Szevasztok, Ipró vagyok, és rég volt már videó, és gondoltam, bejelentkezek, hogy mi van velem. Hát az őszintén megmondom, hogy szeptember elejétől elkezdtem három emberrel együtt dolgozni. Már most segítek nekik az edzésben, ebből az egyik srác tömegnövege, kettő pedig fogyókúrázik, diétázik, és hát az elmúlt hetek szinte erről szóltak, hogy mentem velük, nyomadtuk az edzéseket, és hát nem sok időm volt se a videókkal foglalkozni, se a bloggal. Mellette ugye elkezdtem a tömegelést, jó haladok, majd erről is írok egy rövid szösszenetet a blogra. És emellett most elkezdtem egy 30 napos kihívást, úgymond, több íromány, illetve több íromány, elméletileg 30 nap kell ahhoz, hogy egy emberben egy szokás úgymond kialakuljon. Ugyanígy egy rossz szokás is 30 nap alatt hagyható el. Na, én most úgy döntöttem, hogy a következő 30 napban egy rossz szokásomat elhagyom, és helyette egy jó szokás fölveszek. Ez a rossz szokás nem más, mint a dohányzás. 7 éve dohányzok sajnos, napi egy doboz elmegy, és hát érzem az állóképességem kuka. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy leteszem. Tudom, most akik nézik és ismernek, azok mondják, jó van, hányszor mondtad ezt, majd leteszed. Ez teljesen jogos. De most tényleg úgy érzem, hogy itt az idő, hogy végleg elengedjem ezt a káros, fölösleges, pénzkidobásos történetet. És én már 2 napja nem is gyújtottam rá. Nem mondom, hogy egyszerű. Vannak holtpontok, de meg lesz, megcsinálom, tudom, hogy be tudom tenni ezt a szart, úgyhogy nincs se. Mellette elkezdtem Ellen Carr, nem tudom, hogy mondják, jó mondják-e, Ellen Carr-nak a könyvét olvasgatni a dohányzásról, leszokásról, nem rossz, azért is hozzátesz a dolgokhoz, de még nagyon az elején vagyunk, de 2 nap már pipa. Na és a jó szokás pedig az, hogy elkezdtem futni. Minden nap 2 kilométer futok. Ezt most van, hát már kedd hajnal. Ezt múlt hét pénteken kezdtem el. Hát jó kuka állóképessége. 12:30 valamennyi alatt futottam le. De mai nap futottam a 4. napot. Ma már 10:03 alatt futottam le ezt a 2 kilométert. Nyilván nem azt mondom, hogy most itt elhagytam a cigit, az hú, bazd meg, de jó állóképességem lett, de azzal, hogy írom, melyik nap mennyi idő alatt futom meg, ez egy ilyen cél nekem is, hogy afölé nem mehetek, így hajtom saját magamat is. Ennyi. Úgyhogy lényegében röviden tömören most ezek a helyzetek vannak. Hamarosan jelentkezek a 3 ifjú titáról, úgyhogy haladnak a fogyással, illetve a tömegnöveléssel. Ezt a blogra fogom földobni, illetve létrehoztam egy csoportot, amiben ezt a 30 napos kihívást fogom dokumentálni. Ez annyit jelent, hogy lesz egy poszt, ami alá minden nap odaírom, hogy teljesítettem-e azt, hogy nem gyújtottam rá, illetve teljesítettem-e azt, hogy lefutottam a 2 kilométert. Akinek van kedve, csatlakozzon, ugyanúgy nyugodtan kitaláltok valami jó szokást, amit fel akartok venni, vagy rossz szokást, amit el akartok hagyni, és hát csináljuk együtt, ha már tegyük fel egy embert, motiválok azzal, hogy ő is lerakja mondjuk a cégét, akkor már azt mondom, megérte a csoportot létrehozni, úgyhogy ezt a leírásba be fogom tenni.
És hát mivel már hajnali fél egy van, és reggel fél hétkor kelek, megyek dolgozni, ezért könnyes búcsút kell lassan tőletek vennem. Szóval minden fasz a Happy Day Holiday.